mik a látnivalók. Tehát itt van annak a Cézáreának a rekonstruált makettje, aminek a maradványait itt most látni fogjuk. Ezt a Cézáreát tehát Heródes, a gyermekgyilkos Heródes építette, és ugye a kegyurának, a Cézárnak, a római császárnak a nevéről nevezte el, akit abban az időben Augustusnak hívtak. Ahol mi most állunk, az itt próbálom mutatni, itt vagyunk most, a színház mellett, és ez az amfiteátrum látható itt, ezen az oldalon. Ide szeretnénk először bemenni, ha csak nem tudjuk rögtön megnézni a filmet, mert ahhoz azért igazodunk, ha lehet, akkor megnézzük a filmet, ez bemutatja Cézárea történetét. Innen, ha kimegyünk a színházból, itt látjuk a palota együttest, egy tengerparti palota, és mellette az előcsarnok. Tulajdonképpen ez volt a hivatali ügyeknek a palotája, itt zajlottak a bírósági tárgyalások, a helytartó meghallgatásai, és ez volt a lakóépület, a palota, ahol lakott. Ezt szeretnénk megnézni. Ebben a részben volt Pálnak a pere, és itt tartotta Pál a beszédét Festus és Félix előtt. Itt mögötte van a hippodrom, a lóversenypálya, aminek a nevezetessége, hogy a Ben Hur filmet, a lóverseny jeleneteket itt forgatták, derék magyar lipicai lovakkal. Mögötte láthatók azok az épületek, amelyek nyilvános épületek voltak, abban az értelemben, hogy fürdőépületek voltak, piacok voltak, bevásárlóhelyek voltak. Ebből a legjobb állapotban a fürdő maradt meg, a római fürdő, amit hát láttunk már Bécsánban, akik látták, de itt is nagyon jó állapotban megmaradt és fennmaradt. Maga a város, ahol a légiók táboroztak és a helytartó katonasága táborozott, a most a bajbarsz falaival körülvett részen volt valaha, ott is volt ugye egy bálvány szentély, és ebben a városban laktak a katonák, a légiónak a tagjai, és ennek a légiónak az egyik százados, a centúriója volt Cornelius, aki pontosan ebben a házban lakott volna, ha tudnám, hogy hol lakott volna, nem tudjuk, de valahol ezen a területen lakott, ezen a vidéken. Természetesen a tudomány mai állása szerint nehéz volna kideríteni, hogy szegény Cornelius hoz lakott. Igen, kis baksisére megmutatom a pontos helyet, ahol Péter állt, amikor prédikált. Jó, tehát a tervünk az, hogy itt felolvassuk a vonatkozó történeteket, utána átsétálunk a helytartó palotájába, itt meg lehet nézni a mozit, ha kapunk időpontot, a helytartó palotájában is elolvassuk a vonatkozó részeket, átsétálunk a hippodromon, megnézzük a fürdőházat, és aztán Bajbarsz falainál valószínűleg időnk lejárván akkor kimegyünk, és aztán észak felé haladunk majd, és itt van a vízvezeték, ez már kívül van az ásatási területen. Ezen a vízvezetéken keresztül hozták a hegyekből a friss vizet a városba, mivel a városnak magának nem volt édesvíz forrása, majdnem 20 kilométeren keresztül hozták a vizet. Nagyon hasonló egyébként a római tábor ahhoz az akvinkumhoz, amit mi Budapesten elég jól ismerünk, ugyanarra mintára építették meg szerte a világon és itt is. És itt a vízvezetéknél szeretnénk a naplementében gyönyörködni, ugye ez a földközi tenger, és itt, aki bírja marja alapon, fürdőzni is lehet, hogy bele lehet gázolni a földközi tengerbe. Egy dologra szeretném még a figyelmet felhívni, az a kikötő maga. Ugye ahhoz, hogy a hajók biztonságosan kiköthessenek, hullámtörőkre volt szükség. Hogy a nagy hullámzás, ami a viharok idején, vagy a télvíz idején van a tengeren, az a hajókat ne csapdossa a dokkokhoz, a kikötőkhöz, és ezért ugye hullámtörők vették körbe a kikötőt magát, ez ma víz alatt van, egyetlen kis tornyocskája maradt meg, ugye a 17-es, 19-essel jelölik azt a két részt, ami a kikötőből megmaradt. És itt volt egy öböl, gyakorlatilag a helytartó hajói, csónakjai ugye nyilván ide kötöttek ki, de maga a kereskedelmi forgalom, illetve a Cézáreából elmenő hajók, a Cézáreába bejövő hajók, ezek mind ezt a kikötőt használták, és itt teleltek át, és a Bibliában jó néhány történetet olvashatunk, amikor Cézáreából elhajóznak, vagy Cézáreába behajóznak, főleg az apostolok cselekedeteiben is, ugye Pál, aki itt raboskodik a helytartó házában, őt is Cézáreába teszik hajóra, és innen indul
indul el Róma felé kalandos útjára. Ugye hajótörés szenvednek Máltán, és így tovább, és így tovább. A történetet remélem, hogy jól ismeritek, jó? Tehát ez gyakorlatilag a rekonstrukciós rajz, ez a tervünk, ezt szeretnék megvalósítani. És akkor ennek az első helyszínére, az amfiteátrumba menjünk be.